Szerbiában a hivatalos adatok szerint szegény az, aki egyedül havonta 13.680 dinárból él. Háromtagú család esetében 24.624 dinár, négytagú család esetében pedig 28.728 dinár jelenti a szegénység határvonalát. A családok mintegy 25%-a ekkora, vagy ennél is kisebb összegből él. A nélkülözés a gyerekeket sem kerüli el. Azt tapasztaljuk, hogy a gyermekek sokszor éhesen érkeznek, nem kapnak mindannyian ingyenes uzsonnát az iskolában, a felszerelésük is meglehetősen hiányos, mi ezt próbáljuk pótolni saját lehetőségeink szerint, és hát sajnos néha ruházatok is, meg a cipő, meg minden egyéb táska, iskolatáska. A Hajdújárási Lurkóház ezeknek a hátrányos helyzetű gyerekeknek a hétköznapjait próbálja megszépíteni. 20 szociálisan nehéz sorsú gyermek jár ide nap mint nap. A közös tanulás mellett tiszta ruhát és napi kétszeri étkezést kapnak. A kedvencem? A margarinos kenyér. Itt a margarinos kenyér mellé más is jut. Születésnapokon a legfontosabb finomság is asztalra kerül. Kapunk ajándékot, tortát szoktunk ilyenkor enni, elénekelünk egy éneket. Félvetni kenyér és fél liter főtétel. Ennyi jár hétköznaponként a legszegényebbeknek. Gulyás, bab, pörkölt, zöldség is kerül a hordozó tálkába. Szabadkán szeptember 1-én nyitotta meg kapuit a nőkonyha. Nekem nagyon jó. Én 30 beli vagyok, én nem is válogatok, mert én nagyon sok mindent átéltem. Sok háborút, még mindent, szegénységet. A Vöröskereszt 1100 szemét segít étellel naponta. Ez a mennyiség azonban korán sem elég. Jövőre 1500 személy számára kérvényezik az ingyen konyhát. Habár az élelmiszer a legalapvetőbb, amire igényt tartanak a rászorulók, az utóbbi időben másfajta segítségre is rászorulnak. Uglavnom ljudi koji svraćaju Crveni krst koji su primorani da traže pomoć te vrste, traže hranu. To je hrana, to su prehrambeni artikli, artikli za ličnu higijenu i u zadnje vreme hrana za bebe, oprema za bebe, garderoba. Az illetékesek közölték, készül a szegénység elleni küzdelem új stratégiája Szerbiában. Zsárko Sunderić, a szerb kormány szegénység csökkentésével foglalkozó munkacsoportjának vezetője elmondta, az előző stratégiával 2008-ig felére csökkent a szegények száma. Az azt követő gazdasági világválság azonban ismét a szegények számának növekedését okozta. Most egy új stratégia elkészítésén dolgoznak, amelynek az alkalmazását az Európai Bizottság is ellenőrzi majd.